EKG, állapotfelmérés, melanoma szűrés, csak néhány a sok vizsgálat közül, melyek az Öreghegyi Közösségi Házban várják szeptember 14-én szombaton 9 és 13 óra között az egészségükre odafigyelő fehérváriakat. Östör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnoka programot beharangozó sajtótájékoztatón hangsúlyozta, Székesfehérváron évek óta hagyományosan nagy sikerrel működnek a városrészi szűrőnapok, most is nagy érdeklődésre számítanak a szervezők. Én azért is szeretném felhívni erre a figyelmet, mivel úgy néz ki, hogy tartósan kell felkészülnünk ezekre a nyári hosszantartó, nagyon meleg időszakokra, és ezt talán tapasztalatból is tudják, hogyha valakinek magas a vérnyomása, túlsúly van rajta, akkor ezeket az éghajlati viszonyokat, időjárási viszonyokat sokkal nehezebben tűrjük. Úgyhogy itt a lehetőség, készüljünk fel már most a következő nyárra. A szűrőnap ezúttal is a Humán Szolgáltató Intézet és az Egészségfejlesztési Iroda összefogásában valósul meg, a Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház szakembereinek szakértelme segítségével. Az egyes vizsgálatokhoz előzetes bejelentkezés szükséges, erre szeptember 9-én 8 és 16 óra között lesz lehetőség a képernyőn látható telefonszámon. Elsősorban azokra a vizsgálatokra kell bejelentkezni, amik korlátozott számban fordulnak elő, tehát szakorvossal végzett nagyműszeres vizsgálatok, tehát ilyen az EKG kardiológia, bokakarindex meghatározás, csontsűrűségmérés, de egy általános állapotfelmérésre bárki szabadon idejöhet, tehát ahhoz nem kell időpontot kérni. Amit még kérünk, ha valaki kapott időpontot és mégsem tud eljönni, akkor kérjük, hogy ugyanezen a számon jelentkezzen és mondja le az időpontját, mert a várólistáról akkor valakit be tudunk rakni. A sorozat pedig az Öreghegyi után tovább folytatódik, legközelebb Kisfaludon, majd a Köfén Művelődési Házban is élhetnek a fehérváriak a lehetőséggel.